Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a látogatóközpontban, ahol egy nagyon szép kiállítás nyílt, hogy mi is ez pontosan, arról Fejes Lászlónéval, Kopán Gabriellával beszélgetünk. Sokan tudjuk már erről, hogy régóta foglalkozik csipkével, és azt hiszem, hogy régi álmát valósította meg, amikor egy szakkört is megálmodott és létre is hozott. Egy éves a szakkör, ez az apropója ennek a kiállításnak. Hogyan is indult ez a szakkör? Csipkeverő szakkör már volt a városban úgy 10 évvel ezelőtt, és azóta nem történt csipkeverő oktatás, hanem tavaly 2011 júniusában megkeresett a Dériné Művelődési Központ és a Látogató Központ vezetősége, hogy vállaljam el ezt a feladatot. Július 6-án volt a megnyitó itt a mellettünk lévő polgári szobában, és tele volt a terem, és amikor ugye az általános megnyitó lezajlott, utána megkértem a csipkeverésre jelentkezőket, hogy maradjanak a teremben. És én magam is szinte megszeppentem, olyan sokan maradtak a teremben, és így 12-en kezdtük el a csipkeverést tanulni. De itt akkor mindenki nulláról kezdte, vagy azért valakinek már volt valami alapja? Szerintem mindenki nulláról. Mindenki csak az élvezője volt a csipkének, a vercsipkének, még igazából nem volt gyakorlatuk benne. És az első ilyen ismertető, előkészítő foglalkozások után teljes lelkesedéssel merültek bele a csipkézésbe, hát bizony folytak könnyek is, mert hogy úgy érezték, hogy nem lesznek képesek rá, de végül is itt a mögöttem látható kiállítás a bizonyítéka annak, hogy igenis az akarat és az erőfeszítés eredményre vezet. Azt hiszem, hogy elismerés illeti a szakkörtagjait, hiszen látok itt a fotókon, hogy azért nem csak fiatalok, hanem az idősebbek, nyugdíjasok is vannak, tehát azt hiszem, hogy tőlük még nagyobb erőfeszítés volt ezeket a nem éppen könnyű mintákat, meg alkalmazásokat megtanulni. Igen, valóban az idősebb korosztály, hát olyan 40-től fölfelé, de én azt érzem, hogy tehát ők is tovább mérgezik a családot, hogy így mondjam, mert vannak gyerekek, lányok, kisfiúk, unokák, akik bizony érdeklődnek a csipkeverés tanulása iránt, csak hát ebben a világban ez nem igazán kereső tevékenységnek mondható, bár már beszéltem olyan 20 éves fiatal hölgyel, aki lát benne karrier perspektívát. Tehát, hogy egy továbbtanulási kiegészítéssel fel tudná vállalni azt, hogy igenis tovább viszi ezt a hagyományt. De még mondanék mást is. Egy-két hónappal ezelőtt merült fel bennem, hogy megpróbálom a Népi Iparművészeti Tanácsnál felvetni az ötletemet, hogy ne csak ezeket a hagyományos, gyönyörűségesen szép, hagyományos vercsipkéket zsűrizzék, hanem ami a mai kort kiszolgál. Tehát amit szívesen visel egy fiatal lány, egy fiatal asszony az otthonában, és erre már választ is kaptam, hogy most ez év szeptemberében egy konferenciát hívnak össze, és az lesz a címe, hogy nyitás. Tehát mi nyitás, ilyen
zsűri szempont szerint ellenőrzik, ugyanúgy minősítik a termékeinket, amit a 21. századnak szánunk. Éppen ebből kiindulva, amit mondott, azért pár évvel elképzelhetetlen lett volna, hogy kokárda készüljön, mert csipkéből, vagy éppen kis harang, vagy bármi olyan kis angyalka, ami különböző családi, vagy nagyobb eseményekhez, rendezvényekhez kötődik. Itt azért láthatjuk, hogy vannak itt tojásoktól kezdve kitűzők, harangok, és mind olyan, ami gondolom az önök ötletéből indul, és ez tényleg egy jó dolog lesz, hogyha ezeket is ilyen rangra emelik majd a későbbiekben. Igen, erről szól az egész, hogy ne csak úgy magunktól ötleteljünk, hanem legyen egy magas szinten elismert ilyen véleményalkotó csapat, aki elmondja, hogy meddig mehetünk el, ami nem zavarja még meg a hagyománynak a szint, igen, határait. És amit csinálunk, akár kis karácsonyi díszeket, vagy a kokárdát például, ezeket is mind a hagyományos módon, hagyományos technikával készítjük, de én azt szerettem volna elérni, hogyha ezt minősíthetnénk is. Hogy ne éljünk vissza a csipkeverésnek a hagyományos elismert formáival. Hát akkor reméljük, hogy ez is egy meghallgatás nyer majd önök részéről is, és akkor ez a konferencia is úgy dönt, hogy lehet, és nekem az is egy pozitívum volt, hogy amikor legutóbb beszéltünk, akkor mutatta a karcagi mintákat, tehát a kunrózsát, tehát próbálnak ilyeneket is elkészíteni, megtervezni, hogy kötni ismét karcakhoz ezt a dolgot is. Mindenképpen. Ami a karcagi mintának a kunhímzés mintájából átemelt, átálmodott csipke minták, azok alkossák elsősorban ezt az új nyitást. Tehát minden, ami a kunsági hagyományokhoz illeszthető, azt szeretnénk bevonni ebbe a nyitás című innovatív tevékenységünkbe is. Ugyanakkor nem feledkezni el a régi szép hagyomány folytatásáról, és ugye ezeket a csipketerítőket, a kis vitrén csipkéket ugyanolyan nagy szeretettel és tisztelettel készítsük el, és nagy odafigyeléssel és nagy gondossággal. Nekem ez a szándékom, ez a célom a csipkeverők oktatásával kapcsolatban is, hogy ne csak kézi munkázzunk, ne csak időt eltöltsünk valahogy, hanem ez legyen egy misszió, ami felöleli, mi vagyunk az utolsó nemzedék tulajdonképpen, és mi csak a fiatalokkal tudjuk tehát átadni, mert már előttünk lévők már vagy nagyon betegek, vagy már sírba szálltak, de épp ezért nagyobb a mi felelősségünk, hogy mindazt, amit az elődeinktől mi megkaptunk, azt ugyanolyan szellemiséggel vigyük tovább. Hát mi még ilyen nagymamásan, de reménység szerint, hogy nyílik az út nem csak az újszerű termékek felé, hanem a fiataloknak az elkötelezettsége felé is. Hát akkor ehhez kitartást kívánunk, hiszen ehhez egy elszántság is kell, és is rengeteg óra, amit erre fordítanak, erre a gyönyörű minták elkészítésére. Ezt a kiállítást meddig lehet megtekinteni? A kiállítás június 27-én egy
kis házi megnyitóval indult, és augusztus 31-ig terveztük, de elképzelhető, hogy megvárjuk vele a második kunokvilág találkozóját, ami majd szeptember tájékán lesz. És még azt szeretném kérni a kedves karcagi városlakó társaimtól, hogy tiszteljenek meg bennünket, és fáradjanak el a látogatóközpontba, ingyenesen megtekinthetik a kiállításunkat, és van itt a kis asztalon egy vendégkönyv, és arra kérek minden kedves látogatót, hogy írjon be, de kritikát is nyugodtan írjon, mert mindenről, tehát okulni fogunk minden kritikából, és köszönjük, ha megtisztelnek ezzel bennünket. Sokan eljönnek, és hát én így nézve a mintákat és a kiállított darabokat nem hiszem, hogy sok kritikát kapnának a szakkör tagjai. Én azt kívánom, hogy a következő szakkori évben is, ami ősszel indul, legalább ennyien legyenek, ahányan most voltak, meg esetlegesen éppen a kiállítás kapcsán újabb tagok is lépjenek be önökhöz. Köszönöm szépen, és úgy legyen.